Vallás és kultúra műsorunkban az egyházak szerepével és jelentőségével foglalkozunk. Az 50-es évek szocialista ideológiájából levezetett emberkép és elvárás jelentős mértékben eltért az addig megszokottól. A háborúból magához térő nemzet jószerivel fel sem ocsodott, mire szembe kellett nézni azokkal az elvárásokkal, amit az új rendszer támasztott velük szemben. A hagyományos közösségi szintek felbomlása, a felfokozott teljesítményhajszolás, Madács idézetével jellemezhető. Enyészen az egyén, ha él a köz, mely egyesekből nagy egészt csinál. A nevelés szintereiről kiszorul a hitoktatás. Helyét átveszi a makarenkói pedagógia. A papok, a rabbik, a lelkészek bölcsességét pedig a központi tartervek felülről vezényelt diktátumai. Megcsonkítják az évezredes hagyományokat. A kereszténység nagy ünnepein dolgozni kell, Szent Miklós télapóvá, gyedmarózzá, a karácsony fenyőünneppé változik. Következő Vallás és kultúra című műsorunkat vallástörténész műsorvezetőink e téma köré fonták. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a hatos csatorna televízió nézőit, önök a Vallás és kultúra című műsort látják. Szeretettel köszöntöm beszélgető társamat, Szigeti Jenő tanár urat. Lényegében az 1950-es esztendők egyházi helyzetéről beszélgetnénk. Az első kérdésem, hogy vajon miért volt első számú közellenség a kommunizmusnak, Rákosinak, az egyházak, hiszen Moszkvában, az orosz kommunistáknál nem volt ilyen tragikus a helyzet, hiszen ott a vallás egy elfogadott járuléka volt a kommunizmusnak. Magyarországon első számú ellenség. Vajon miért? De kezdjük Moszkvánál. Moszkvában ugye más volt a helyzet, azért volt más a helyzet, mert az amerikai segítség nélkül a második világháborút nem tudta volna megnyerni a Szovjetunió, és a hadisegélynek az egyik feltétele a vallásszabadság volt. És ezért egy bizonyos korlátozott szabadságot kaptak az egyházak, a többi egyházak, a nagy orosz ortodox egyház pedig akkora már beépült a hatalomba. Ez egy külön téma és külön érdekes. De nézzük, hogy nálunk mi volt. Nálunk Magyarországon lényegében 1945-ben szinte nem volt kommunizmus. Pártak 200-300 között volt mindössze. A kisgazdák fogják majd megnyerni a választásokat évekkel később, és a kommunista párt végig a vallásokban ideológiai jelenséget látott, ezt nagyszerűen kifejezte a mindszenti jelenség. Mindszentiről kevesen tudják azt, és talán most ünneprontás lesz, amit mondok, hogy a mindszentit tulajdonképpen úgy választották meg Herceg Primásnak, hogy Rákosék rábólintottak erre. Mert azt gondolták, hogy mivel a nyilasok üldözöttje volt Mindszenty, azért egy lojálisabb embert kap, de Mindszenty egy komoly ideológiai harcot indított a kommunista államosítások, stb. Sőt, ő a legnagyobb ellenségének a kommunizmust, mint egy ördögnek tekintette. Igen, és úgy tekintett, úgy gondolkodott a kommunizmus 1948 után különösen, úgy is jelent meg, mint egy vallásszerű jelenség. Ezért a kommunizmust egy nevezhetjük pseudovallásnak, de az egész világon így volt ez. Szóval egy hamis vallás, amelyik konkurenciát látott. Na most Magyarországon... Csak ideológiai szembesülés volt az egyházakkal, vagy pedig azért egy kis materiálist is kereshetünk, hogy azért az egyházi javakat elvesszük, a földeket államosítjuk. Persze, hát ez természetesen tehát ez hozzájárult. Vele járult, de végső soron az egyházi javaknak az elvétele, a papi nagybirtokok felszámolása,
az az egyházon belül nem váltott ki akkora nagy visszhangot, mint mondjuk az iskolák államosítása, amely ellen tüntetéseket szervezett az egyház, stb. Ez egy nagyon érdekes dolog. Gondolom a szerzetes kolostorok bezárása az sem váltott ki akkorát. A szerzetes kolostorok bezárása is jelentős vihart váltott ki, de egyáltalán nem olyan, mint az iskolák államosítása. Szóval az egyház úgy éreztette magát, és ez is volt a kommunisták célja, hogy be kell szorítani az egyházat a templomok falai közé, és ki kell iktatni a társadalomból. Ha jól emlékszem, 48-ban volt ilyen konkordátum, amelyet az állam különböző egyházakkal kötött meg, 50 évre biztosították az egyházak működését, és emlékszem, hogy a katolikusokkal néhány évvel később tudták már ezt a konkordátumot megkötni, és annyival rövidebb is volt a katolikusokkal kötött szerződés. Tehát itt már mutatta 48-ban, hogy valami nagyon komoly dolog fog bekövetkezni. Igen, hát ez az egyezmény volt, úgy hívtuk, hogy egyezmény akkor. Ha most megnézzük ezt az egész dolgot. Lényegében ez az egyezmény arról szólt, hogy az iskolákat el kellett venni az egyháztól, meghagytak egy-két iskolát minden egyháznak, tehát a úgynevezett történelmi egyházaknak, és a katolikusok ugye különösen Vatikán nyomására... Meg, ezeket azért hagyták meg, hogy később bezárják, hogy egy-két csöpp azért csöpögjön le az egyházi iskola rendtartáson keresztül, és majd úgy is bezárjuk, vagy pedig szántak neki valamilyen szerepet, ki tudja? Nem, végső soron szerepet nem szántak, az volt az indoklás, hogy hát az egyházak ragaszkodtak, egy formális tárgyalás is volt, az egyházak ragaszkodtak ahhoz, hogy hát végső soron a papi utánpótlás képzése szempontjából legyen valami. Most ezért ez nem túl sok iskola volt, néhány szerzetes iskola, mondjuk Szentendrén volt egy katolikus iskola, vagy Pannonhalma megmaradt, Debreceni kollégium megmaradt, de ezeket talán is próbálták, pápa. Például pápát is megfojtották. Ugyanígy Sárospataknak is ez lett a sorsa végső soron, hogy Sárospatak is eleinte maradt az egyezménybe, és fokozatosan visszavonták, és lényegében az egyezmény az egy ilyen egyház felszámoló szándékkal íródott a kommunisták részéről, és éppen ezért az 50-es éveknek ez volt a nehézsége. Most a kisebb egyházaknak más volt a helyzete. Azt szoktuk mondani, és ez egy ilyen elmés mondás, nem én találtam ki, hanem a kis professzor, aki akkor a Szabad Egyházak Szövetségének, még akkor szövetség volt, a vezetője volt, hogy amit elvettek az egyházaktól, az bizonyos fokig ajándékba kaptuk mi szabadságban. Most nem anyagi javakra, hanem szabadságra gondolunk, mert egyformán kezelték a kisebb egyházakat a történelmi egyházakkal. És ez egy valós egyenlőség volt, vagy inkább csak egy ilyen kifejezést használtak? Hát ez sem valós egyenlőség, sem a kifejezést nem használták, azt mondták, hogy vallásszabadság van Magyarországon, csak a vallásszabadság alatt azt értették, hogy a vallást magánügynek tekintjük, tehát ezt a magánügyet, a vallást, mint magánügyet azért úgy szabályozták, hogy aki bármiféle jobb helyzetbe akart jutni a társadalomban, az nem lehetett vallásos. A saját példámat hadd mondjam, sajnos akkor már értem, azért sajnos, mert öreg vagyok. Például, én ugye mondjuk Miskolcon negyedik elemista voltam, addig református általános iskolába jártam, elemi iskolába, ahol úgy mondták, és utána ötödikes koromban, ami ugye első gimnazista volt, elkerültem a Léva József református gimnáziumba. Utána államosították az iskolákat, többek között ezeket az iskolákat is. Mind visszakerültem hatodikosnak a általános iskolába, ötödikes nem voltam, mert az első gimnazista év volt. És akkor nekünk hátrányunk volt már is ott is abban, hogy mi vallásos iskolába jártunk. Sőt, engem már középiskolába se vettek fel, a nyolcadik után, a nyolcadik ugye kötelező volt, ott jártam a Palóci utcai, akkor már állami általános iskolába, és megmondták édesapámnak, hogy ne is számítson arra, hogy bármelyik középiskolába egy vallásos gyereket fölveszünk, pap gyereket fölveszünk, lelkész volt az édesapám. Most ezért kerültem én, akkor még létező
evangélikus gimnáziumba, a Fasorba. Egy évig jártam a Fasorba, és egy év után, hogy akkor úgy mondták, hogy az egyházat egy olyan helyzetbe hozták, hogy fel kellett ajánlani az iskoláját az államnak. És akkor, akárhova mentél, az előbb-utóbb mind Zátonyra futott. Igen, volt, és akkor szétosztottak, a Steinmetz gimnáziumba kerültem, Pest-Lőrincsel. De mivel már fő voltál véve, ezért nem mondták azt, hogy... Valóban áttettek, és ez egy állami volt. Ez állami volt. Ugyanilyen az iskolázás, hogy tovább folytassam a kurikulum vitémet. Ugye, mikor leérettségiztem, hiába érettségiztem jól, hiába akartam tanár lenni, hiába maximális pontszámmal felvételiztem, nem vettek fel. 3 évig mindig kaptam egy papírt, hogy helyhiányában nincs módunk. Ez egy politikai döntés volt. Ez egy politikai döntés volt. Szóval ez minden vallásos emberrel ezt csinálták, de ugyanígy, ha valaki stahanovista módon teljesített a gyárba, akkor is nem ő lett a stahanovista, hanem valaki más, mert ugye politikailag megbízhatatlan státuszba került a vallásos ember. Tehát volt egy ilyen nyomás a vallásosokon. A protestánsok, katolikusok, kisegyházak mind érezték ezt a nyomást, ezt az állami részről való nyomást. Ez nem vitte közelebb őket? Vagy még inkább a múlt dominált, amikor még a második világháború előtt nagyok voltak a történelmi egyházak, stb. Hogy ez az 50 és 56 között, ez hogy valósult meg a gyakorlati vonatkozásban? Nagyon jó kérdés, tudnélik, ez összehozta ezeket az egyházakat. Az igazi ökumené az abban az volt, itt kezdődött. Abban volt, hogy egymás segítők lettünk. Szóval én például megint személyesen hadd emlékezzek vissza, hogy ne csak ilyen fráziszerű tényeket mondjak. Ugye 48, ekkor kezdődik Uppsalában az Egyházak Világtanácsa, Nathan Söderbrunn akkor alapítja, akkor hozza létre, ugye? Tehát ez az időszaka az ökumenének. Nem Söderbrunn Nathan, mert ő már előbb élt, és előbb erről beszélt, de Uppsalában akkor volt, illetve Amsterdamban ekkor volt az Egyházak Világtanácsának az alakuló ülése, de ez nem sokat zavar. Oké. Okay. Ez az alsó ökumené. Tehát mondjuk elmondanám, hogy ez hogy nézett ki. Apám ugye adventista lelkész Miskolcon. Miskolcon akkor Diósgyőrbe, Újgyőrbe, Miskolcon, Martintelepen vannak adventista gyülekezetek, összesen egy olyan 500 adventista tag volt Miskolcon. Édesapám volt a lelkész, én volt mellette segédlelkész is, és én tudom azt, hogy nem csak a Laszkowski bácsi valaki a baptista lelkész volt, nem csak a szabad keresztényekkel, metodistákkal jártak össze állandóan, baráti közösségbe is beszélték meg a gyülekezetei gondjait, bajait, hanem egymást segítették. Ez az egymás segítése nagyon érdekes volt, és ilyen utak is voltak. Az adventista egyház, aki korábban nehezebb helyzetben volt, mert 1939. december 2-án betiltották az adventista egyházat, de akkor egy jóléti konyhát létesített az adventista egyház, ahol a szegényeknek ingyen ebédet adtak, és sok illegális kommunista, aki volt hát ugye ebben az időben, és oda járt, és az adventisták segítették ezt, mert nem azt nézték, hogy olyan pártállás van, hogy éhes-e vagy nem. Ezért bizonyos segítséget tudtak az adventisták adni, hogyha valakit mondjuk a munkáján bántottak, és ezt mindig megbeszélték, hogy kinek szólnak, melyik testvérnek szólnak, aki jó munkás mondjuk a diósgyőri vasgyárba, vagy ennél, vagy annál a vállalatnál. És volt egy ilyen egymás segítő közösség, de az is volt, hogy történelmi egyházak, például a református papokat is sorba ismertük. Sokszor eljöttek a református papok, hoztak, vagy kértek valami könyvet, ami apámnak megvolt, és kialakultak ilyen barátságok. Azután volt olyan, hogy katolikus pap, akit lényegében internáltak. Egyházközi könyvkölcsönzés. Egyházközi könyvkölcsönzés. Volt olyan dolog, hogy internáltak római katolikus papot, és mi tudom, gyerekek voltunk, anyám egy csomagot készített, és meg volt beszélve, hogy melyik fánál kell a bükkbe otthagyni, ahol ők utat építettek, a úgynevezett stratégiai utat építették a bükkön keresztül. Ilyenek is voltak. Tehát ilyen egymás segítő közösség voltunk. Ahogyan a kitelepítetteket is ugyanígy segítettük. Menjünk vissza a katolikus egyház vonatkozásában, a legnagyobb egyház. Teljes mértékben elveszíti a Rákosi diktatúrában a befolyását mondjuk a katolikus egyház? Vagy vannak megalkuvók, akik
akik beállnak a Rákosi téljenzők sorába? Ez egy nagyon nehéz kérdés. A katolikus egyház azt az egyezményt, amit 48-ban megkötöttek a különböző protestáns egyházakkal, evangélikusokkal, reformátusokkal, unitáriusokkal, szabad egyházakkal nem tettek. Nem, azokkal unitárius nem kötöttek, voltak. Mert ez azt mondták, hogy csak egy anyagi természetű egyezmény, ami egy bizonyos államsegélyt jelentett a papi fizetésekhez az egyházaknak, ami egy csökkenő tendenciát mutatott, aztán úgy megállapodtak egy szinten. Tehát ez nem volt a kisebb egyházakkal. Viszont a katolikusok ezt két évvel később, 1950-ben kötötték meg. Miért? A nemzetközi katolikus nyomás, tehát a pápa részéről, Vatikán részéről ezt ellenezték. Na most hosszú-hosszú vita alakult ki, míg aztán a Mindszentinek a pere, Mindszentin lezárása után megpult annyira a katolikus egyház, hogy kész volt az aláírásra. Mindszentit támogatja a katolikus egyház ebben? Ebben a kiállásában? Vagy Mindszentit a katolikus egyház odadobja áldozatnak? Nem, hát a katolikus egyháznak nem volt beleszólás ebben. A Mindszentit a Rákosi akarta mindenáron, mint a legnagyobb ellenfelét kinyírni. Ezt nagyon érdekes, hogy ma már okmányosan is tudjuk igazolni, hogy például Moszkva nem látta jónak a Mindszenti pernek azt a felfújását, amit Rákosi csinált. Tehát a Moszkva az... Lehet, hogy Rákosi ezért bukik bele? Amiben belebukik? Van ebben nem, is hát valami? Inkább a mezőgazdasági dologba bukott bele, és hát a politikai feszültség Sztalin halálába bukott vele, mert még Sztalin volt, addig Rákosi is volt. Tehát Sztalin támogatta erősen Rákosit? Igen. Tehát a Moszkvában nem tartották ezt bőrsnek, inkább egy ilyen lengyelféle, Wyszyński-perféle dolgot gondoltak, ami nem ennyire drasztikus, de a katolikus egyház befolyását csökkenti, háttérbe szorítja, valami ilyesmit szerettek volna. Engem az érdekelne, hogy maguk a katolikus papok, amikor meglátják, megtudják Mindszentinek a helyzetét, és most nem feltétlenül a letartóztatására gondolok, vagy az amerikai követségre való bemenekülését, hanem úgy addig a dolgok, ahogy sodródnak. Mondjuk egy átlag katolikus pap 200 kilométerre Budapestről büszkén néz Mindszentire, hogy ő a mi vezetőnk, vagy lehajtja a fejét, és azt mondja, hát mindegy, a bíboros azt csinál, amit akar. Körülbelül ez az alsó papságnál, ez igen, volt ez a lehajtja a fejét. Tudnélik, Mindszentit nagyon érdekes módon, például a jezsuiták se nagyon támogatták. Nem is, tehát nekem is ez az érzésem, hogy egyedül maradt Mindszenti. Egyedül maradt a Mindszenti, voltak hozzá hűségesek, mindenki sajnálta, senki se akart ezt a drasztikus dolgot, de komoly ellenállást, ezzel gerincet tört a római katolikus ellenállásnak. És utána jött a békepapi rendszer, ami majd aztán a Kádár korszakban virágzott ki igazán. A katolikus egyháznak a feltűnő hallgatása a holokauszt idején, de mondhatnánk egy kicsit a történelmi egyházak hallgatását. Ez bejátszik egy picit abba, hogy most itt egy más helyzet van, de jobb, ha ebből kimaradunk, inkább Mindszentit beáldozzuk erre, vagy pedig ez még túl közel volt ehhez? A hallgatásban biztos van, ahogy mondtad valamit, de a beáldozásról nincs szó. Tehát a katolikus ez nem akarta beáldozni, hanem minden áron Rákosi akarta eltenni az útból Mindszentit. Ez teljesen világos volt akkor is, hogy állandóan nem katolicizmusra, Mindszentizmusról beszéltek. De azért a pápa is egy kicsit magára hagyta. Hát a pápának nem volt végsősorban játéktere a szocialista országokban, tehát a nunciust ugye elzavarták, és végső soron ez egy, a Vatikánnak az volt a nagy-nagy tét, hogy nehogy egy nemzeti egyház legyen, amit megcsináltak mondjuk Vietnámban, stb., amit felé nagyon szívesen kacsingattak volna, tehát volt egy ilyen dolog, hogy szakadj el Vatikántól, és akkor leszel egy nemzeti katolikus és akkor egyház. Megsimogatunk. És ez viszont végzetes lett volna, és ettől félt a római katolikus egyház. Tehát nem mert éppen ott ezért sem behúzták a nyakukat inkább. És kivárták. Igen.
Ekkor azt hiszem, hogy a Piuszok vannak, ugye? A 12. Piusz uralkodik, igen. Protestánsok, hogy viselkednek a gyakorlatilag a diktatúra idején, a Rákosi rendszer idején? Ezek a nagy protestáns, evangélikus, református egyház. Mindenütt a régi egyház vezetőknek a leváltása az ment különböző módszerekkel, mondjuk az ordaspüspök ellen devizabűncselekmény perrel léptek fel. Azután Ravasz Lászlót egyszerűen lemondatták. Rákényszerítették a lemondásra. Szóval mindenáron az egyházi felső vezetéstől meg akartak szabadulni. Van a külügyminiszter, a Péter... Péter János Péter volt. János. Az később lett néhány, után így van. Miniszter, de Péter Jánosról ugye az a hír járta, hogy igaz-e nem, ezt máig nem tudjuk, hogy már akkor illegális kommunista pártag volt, amikor püspök volt Debrecenben. Azután ugye a Berecki Albert az egy böcsületesebb, rendesebb ember volt, ő viszont nagyon jól látta, hogy a hortizmust nem lehet folytatni. Szóval a nagy kérdés az volt, ez kétoldalú kérdés, szóval talán a protestáns egyházak, de a katolikus egyházra is igaz ez, szóval nem mérték fel azt, hogy nem lehet úgy folytatni ebben az új politikai felállásban az egyházi életet, ahogyan mondjuk a horti korszak alatt lehetett folytatni. Tehát nem lehetett konszolidálni a horti korszakot. Horti protestáns volt, azt hiszem a felesége volt katolikus. Katolikus volt, és hát olyan református volt, hogy a Ravasz László, én saját szájából hallottam, hogy elmondta, hogy minden augusztus 20-a előtt feljárt a Ravasz László korepetálni a mi atyánkból és a hiszek egyből, mert ezt neki kellett elmondani augusztus 20-án a kormányzót, szóval ennyire volt vallásos ember, de protestáns volt. Nézzük az 1956-os eseményeket. Ott hogyan állnak az egyházak? Tehát tudom, hogy itt néhány napról van szó. Mit tesznek a papok? Mit tesznek a lelkészek? Mit tesznek a hivatalos vezetők, a püspökök? Több dolgot kell mondani, de nem néhány nap ez. Az 56 sem volt egy mennyből az angyal, vagy egy mennyből egy ilyen hirtelen fordulat, hanem a következő volt. Rákosi megbukott lényegében, jött a Nagy Imre kormány, amelyik egy liberálisabb Rákosi ebbe belenyugszik? Egyszerűen nem tud nem mit csinálni? Élete végén nem nyugodott bele. A másik az az egyházak részéről, hogy a kommunista államnak fontos volt, hogy legitimálja magát. ENSZ tag legyen például Magyarország, az ENSZ-be se akarták felvenni Magyarországot, ezért bizonyos fokig liberalizálni kellett. Na most az egyházak találkozása... ENSZ is néhány éve lett alapítva, igen, ugye? Egyházak világtanácsának volt viszont egy végrehajtó bizottsági ülése Gajatetőn. És ezen a Gajatetőn itt voltak a külföldi egyházi emberek, és a magyar ellenzék már ott Gajatetőn egy hitvalló nyilatkozatot adott ki. Ez a hitvalló nyilatkozat onnan jön, hogy a Németországban nácizmus alatt is készítettek a protestánsok, Dietrich Bonhoefferék egy ilyen hitvalló nyilatkozatot. Ezt a hitvalló nyilatkozatot többen megszövegezték és át is adták. Méghozzá hát egész romantikus körülmények közben nagyon vigyáztak rájuk, a WC-be sikerült átadni az egyik képviselőnek ezt a hitvalló nyilatkozatot, tehát volt. Na most 56-ban az történt, hogy egyik órára a másikra a püspököket mind elküldték, visszahívták Ravasz Lászlót, visszahívták Ordast, ugye az evangélikusok. Tehát egy reneszánsz. Elindult valami új, tehát visszadöccenteni az egyházat egy régi dologba, amit aztán 56 után hosszasan, körülbelül egy év alatt épített le a Kádár rendszer megint, és visszaállította az eredetit. Tehát visszaállította a Vető Lajost, a Ordas helyett, Péter János nem, mert akkor elment külügyminiszternek, a Bartát megválasztották püspöknek, akkor az evangélikusoknál a Kádi Zoltánt megválasztottak püspöknek, tehát úgy mondták, akkor konszolidálták az egyházi helyzetet. Lent a gyülekezetekben pedig, hát végső soron mindenki fellélegzett, mert az a nyomás, az megszűnt.
De ez csak pár óráig tartott, azt lehet mondani. Vannak papok, akiket nagyon komolyan elítélnek az 56-os részvétel miatt? Vannak mártírok, voltak internált papok, akik részt vettek a forradalomban. Ezekért az internált papokért nem tud kiállni az egyház, vagy nem akar kiállni? Nem is akart kiállni az egyház, ezeket beáldozták. Ezeket beáldozták. Szinte a nevüket is el kellett felejteni. Ez nem csak a katolikus részről, hanem a protestáns részről is így van. Kádárék viszont tanulnak gyakorlatilag Rákosi hibáiból, hogy nem akarják annyira durván lenyomni és hirtelen az egyházakat. Tehát ott valami kis hosszabb távú kifutást engednek. Tehát valami kompromisszumra lépnek Rákosihoz képest. Ez természetesen így van. Ez a kompromisszum az volt, hogy volt egy ilyen mondás, állítólag Lenin mondhatta ezt valaha, de ez csak úgy szájhagyományból jön, hogy az egyházakat keretek közé kell szorítani, és a kereteket meg kell próbálni szűkíteni. Uh-huh. Szóval ez volt körülbelül a Kádár rendszernek az elején. Azután utána, ugye a Kádár rendszernek a forradalom után a legitimizálása volt a lényeges, külpolitikai legitimizálása, ezért is került oda Péter János, aki nyelveket beszélő, nagyon intelligens ember volt, külügyminiszternek, és ebben jött a vatikáni megállapodás, ami 63-ban megköttetett, de 63-ban már olyan legitimizálási lépések voltak, hogy a életfogytiglan elítélt 56-osokat elengedték amnesztiával, stb. Papokat is, akiket nem végeztek ki, de politikusokat is. És egy bizonyos fokig egy ilyen... Bár gyorsan hozzáteszem, minden papot nem engednek ki, mert vannak, akik a 70-es évekig benn vannak, de azok, akik nem nagy horderejűek, vagy nem szájaskodnak bent a börtönbe, azokat úgy nagyjából szép csendesen kiengedik, most ugye? Most Mincenti az nem került börtönbe, Mincenti az amerikai követségre került, és az amerikai követségnek ez egyre terhesebb volt. Na most tudjuk azt, hogy az amerikai követség is szabadulni akar Mincentitől. Ez diplomáciailag fékező valami, mert hát a nagykövetség ugye azért van, hogy itt azért próbáljon üzletelni a magyar kormánnyal, és ez mindig ott van. Nem egy menedékhely, nem egy óvhely. Ugyanakkor a magyar kormány is szabadulni akar Mincentitől, nem úgy, hogy elteszi láb alól, ez nem így van, hanem mindenképpen, hogy menjen külföldre. És ezt meg is szervezik, végsősorban Mincentinek a külföldre engedése, az végsősorban egy közös szervezése volt az Állami Egyházügyi Hivatalnak és Vatikánnak. Már csak egy percünk van. Az Állami Egyházügyi Hivatal tényleg egy csomó volt az egyházak életében, aki minden körülmények között az egyházi elnyomást kívánta megvalósítani, vagy pedig azért duplaként volt, ide is, oda is besegített. Hát a 80-es évek végén már inkább ez, de a következő volt, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal ugye a Rákosi korszakban csak egy hivatal volt, nem ott történtek a döntések. A 60-as évektől kezdve, különösen a vatikáni megállapodás után nő meg a szerepe, és végső soron egy ilyen olyan politikát folytatott, jaj, csak ne legyen baj, ez a 80-as évekre, ezt személyes tapasztalataimmal tudom. Csak egy utolsó kérdés, milyen pozitív hatásai vannak az egyházakra az 50-es évek Rákosi politikája? Tehát megerősödnek, hitvallókká válnak? Milyen pozitív, tehát ahogy kijönnek ebből a helyzetből, milyen pozitív hatásokat látunk? Én azt hiszem, hogy az egyházak közelebb kerülnek egymáshoz, és jobban becsülik egymást, tehát hogy egymás hitét jobban tisztelik. A másik az, hogy sokkal segítőkészebbek lettek, és harmadrészt pedig kialakul egy olyan egyházi értelmiség, aki rájön arra, hogy a politika az nem nekünk való. Uh-huh. Tehát egy harmadik úton lehet elindulni, hogy valahol a két véglet között, a befekvő békepapok és a kommunizmus között egy keskeny úton talán el lehet érni azt, amire Isten elhívott bennünket. Szigeti Jenő tanár úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Elköszönünk a kedves nézőktől, önök a Vallás és Kultúra című műsort látták. Isten áldja önöket, viszontlátásra! A programot az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.